Na szóval a véleményünket és a részrevételinket szeretné, és szeretne segítséget nyújtani mindennapi életben. Hát Zalikám, lehet, vissza kell vonni ezt a törvényt, és akkor az már mindjárt egy kicsit előre viszi a dolgot, de én nem úgy látom, hogy ez a dolog. Azt mondja Bóna Zoltán, hogy a következő hónapokban látványos fejlesztések kezdődnek a városban. Hát ez az. Látvány. Csak a látvány számít. Felsorolja, hogy milyen iskola, meg hol térbúlkolatoznak, meg stb. Stb. És azt mondja, itt, miután sok mindent felszólt, ami látvány, tehát nyilván vakítják a népet, ezekben a napokban reménység szerint már javában zajlik a körforgalom építése. Mindenki látta, többnyire arra jöttek, akik nem balsányok, hogy igen, minden alkalommal látják, hogy megépült a körforgalom. Bóna Zoli, én úgy tudom, hogy 160 millió forint volt a költségvetése annak a körforgalomnak. Én szívesen átsorognék 2-3 percet is abban a kereszteződésben, mint ahogy tettem meg hetente többször is, amikor ide Varsányba jöttem és mentem haza. Ha azt a 160 millió forintot mondjuk a Dunavarsányban lakó emberek devizahiteltől való menekülésére fordítottuk volna. 160 millió forintból szerintem legalább 16 embernek ki lehetett volna, 16 családnak ki lehetett volna fizetni a banknak a hitelét, de én ebben amúgy sem mentem volna bele, nem ezt kellett volna tenni, hanem ennek ezt a 160 millió forintot arra fordítottuk volna, hogy jogászokat bízunk meg, hogy a bankok ellen védjék ingyen az adósokat, hogy nekik ne kelljen ezért fizetni, akkor több mint 500 ember szabadulhatott volna a hitelétől, a felvételkori árfolyamon, hiszen semmi se szerződése, és egy furfangos jogás még ezután is be tudja bizonyítani, csak gyanítom, hogy az emberek nagy részének erre nem lesz már pénze. Hogy furfangos jogást tudjon megfizetni. De 160 millió forintból meg lehetett volna tenni, és én akár minden nap állnék 5 percet abban a kereszteződésben, hogy ne a körforgalomba könnyedén tudja kiforogni. Aki mást öngyilkosságba hajszol, az gyilkos. Én azt gondolom, hogy Bóna Zoltán egy gyilkos. Hiszen ezzel a 256-tal, amit megszavazott, 256-tal egy csomó ember öngyilkosságba fog menekülni, amikor majd viszik a házát, mert rájön, hogy reménykedett, hogy majd ezek a narancsosok megoldják, de nem oldják meg. Most már forint alapon fogják elvinni a házát, és nem is fog tudni rólunk, hogy mi meg tudnánk neki segíteni, tehát szerintem ez az ember gyilkos. Most azoknak az emlékére gyújtunk egy gyertyát, illetve mécsest itt a házánál, akik már ebbe belehaltak, és akik majd ezután fognak belehalni, addig pedig zenélünk. Jó van, vannak itt még mécsesek is.